Sziasztok országosok, ez itt a No Life Apes, mi a hatalmas hype-ba vagyunk most a Star Wars miatt, a The Old Republic új kiegészítőjére fogunk együtt foglalkozni. Ákos megmutatja nektek majd az újításokat, én nem értek hozzá, de Ákos hatalmas nagy fanya játék. Én imádom, óta. Első körbe szögezzük le, hogy ugye, no de Ákos, miért pont az Old Republic-kal játszan az ember? Na most, hogyha valakinek... ennél jobb indok kell, akkor... ezzel is kapcsolhat. Aki nagyon fél mondjuk a spoilerezéstől, mert biztos, hogy majd véletlenül fogok mondani olyanokat, akkor a saját felelősségére nézze végig a videót. Aki nem fél, az meg... az más felelősségére nézze végig a videót. Igen. És azokra tudok beszélni, én az előző kiegészítőnél hagytam abba, most azzal még játszottam a Shadow of Rivannal. Tehát én azokhoz képesti újításokat fogom mondani, ami az előző kiegészítőben még nem volt. Tehát, hogy ne az legyen, hogy hát ez pedig a 4.23 per B patchben már benne volt, lehet. Ami a mostani szinte legnagyobb újítása ugye a dolognak, hogy elkezdték halálosan komolyan venni a kiegészítőnek a sztori vezetését, amihez most saját gameplay-t sajnos nem tudok mutatni, hogy az hogy néz ki a különböző vágások, mások lettek, kis kamera mozgásokat belevittek, ugye ezek eddig sajnos nem voltak, úgyhogy most valószínűleg majd bevágok egy másik gameplayt, lopok valahonnan a YouTube-ról, hogy szemléltetni lehessen. Szóhoztak bizonyos Knights of the Old Republic-os dialogvezetést, ami meg ez a teljesen statikus, egy helyben van mindenki, de igazából a menüje lehet ismerős sokaknak, akik mondjuk Knights of the Old Republic-oztak, ez a fajta elosztás, és ez a klasszik RPG. Jaj, és ezt így visszahozták, hogy hát azért tudjuk, hogy honnan indultunk, srácok. Itt különböző equipmenteket, meg daily questeket tudunk csinálni, amit igazából annyira nem forcíroznék, mert szerintem annyira nem izgalmasak. Lényeges, hogy ott van a hajó a háttérben. Lényeges, hogy ott a hajó a háttérben, ez tényleg ez iszonyat jól néz ki. A másik, amivel az előző videónkban, amit ugye még tavaly készítettünk a Shadow Rivánról, ott dumáltuk, hogy a különböző kinézetek meg a páncélok, amiket én mondjuk imádok, és most itt lehetőséget adtak arra, hogy elmentsük a különböző presetjeinket. Aha. És így csak Opa, simán így ráhúzod. És nem kell bemenni a bankban vissza, nem menni, kell, és nem kell, a... tehát csak a skin van ráhúzva, ugye ez a... És most Ákos, ez a végig mutogatja, hogy még és most arcoskodok egy kicsit. A burkolt, de én... Azért hogy néz már ki? Ez jó volt, ami alapból is volt. Ez olyan szofisztikált, de mégis nagy hatalmat sugárzó, és mégis olyan kombantan. Én is úgy érzem. Tehát ez olyan, valahol az arany középúton helyezkedik el a Jedi Codex elvárása alatt. Igen. És ezt úgy mondtam, mintha... Cicácska meg... érdeklődik a táskád iránt. Meg most már a taktikál flashpointokhoz nem szükséges az, hogy tank meg healer legyen, tehát 4 DPS-sel is végig lehet verni, mert a szokásos kis ilyen koltó tankokat lehet felvenni a pályán, amik ugye gyógyítanak minket. De hát ez nem gyökérség. Hát olyan szempontból... rólok. Ez csak a tactical flashpointokban van, tehát a hard flashpointokban, meg az operationokban, azokban ugyanúgy... Ez olyan, mint a WoW-ban volt, hogy ez a napi insta mondjuk, amit lemész, ilyen rare dolgok, és akkor gyűjtött hozzá, tehát ezek az ilyen kis szinti, vagy hát ilyen csinálod, grindolod. Igen. Aha, na mondjuk ott nem gáz, hogy nem kell várni 1000 évet egy healerre. Hát igen, de sajnos kell, mert az a... ott... és ott hibázik megint sajnos a játék, hogy új insták gyakorlatilag én még nem találkoztam újjal. Tehát megint ugyanazokat az insták, na behívott minket közben a Flashpoint nyilván, amikor megérkeztünk a gyönyörű szép Tatooine-ra. Ugyanazokat az instákat pörgeti végig az ember, amit már 3 éve is, vagy hát nem, mert nyilván amik az évek alatt jöttek újak, azok is benne vannak. De a kiegészítőben nem jött új? Kiegészítőben lehet, hogy jött, de én még nem tűnt fel nekem, hogy benne lenne. Lehet, hogy jönnek, csak az a baj, hogy már kicsit már megint túlzásba viszik az ígérgetést, mivel
az újfajta story vezetést azt úgy képzelték el, hogy chapterekre van osztva, most a chapter 9-nél tart, és hogy majd havonta mindig lesz egy új chapter, hogy ugye megérje, hogy subscriber legyen. Hogy maradjál. Na most ezt a havonta kiadják, már harmadik hónapja van várás, és decemberben se tervezik kiadni. Úgyhogy... Vége a sztorinak itt, tehát... Úgyhogy gyakorlatilag vége a sztorinak, és már most, ahelyett, hogy megmondanák, hogy mikor lesz új content, mikor folytatódik a sztori, ahelyett már megvan adva, hogy ha márciustól áprilisig subscriber vagy, na akkor majd lesz valamikor... Valami. Lehetsz HK55-ös droiddal, vagy HK51-essel, igazából kurvára lényegtelen, már nagyon lényegtelen, és lesz egy bónusz quest. Tehát, hogy csak könyörgön maradjál subscriber, azt leszámítva, hogy igen szarháziak vagyunk. De olyan bónusz quest, hogy gyűjts össze 15 fejet, és akkor... Hát nem nézek ki belőlük túl sok minden, az igazság. És ezért van az, hogy már megint ugye, most ugye a film miatt jönnek az új játékosok, meg Star Wars felület van most tényleg nagyon, de az a baj, hogy megint látni, hogy ez nem lesz elég. Tehát a... És ez sajnos úgy is kiütközik, hogy kevés a casual olyan mondjuk társaság vagy klán, akik nem azok a hardcore raiderek, hogy na jó, akkor minden este 10-től éjjel 2-ig raid van, vagy különben ki vagy baszva, hanem a casual ember, aki mondjuk egyszer-egyszer lemenne, de viszont nem feltétlenül halálosan kezdő emberekkel, ugye, aki miatt megint csak elmegy a kedve a játéktól, sajnos. Csak ezek a... Csak az ilyen OP arcok, nagyon nagy klánok csinálják, olyan is. Hát de ez várható is volt, nem? Tehát, hogy most már nem az MMO-korát éljük. Tehát igazából már a WoW csak fogja visszahoz. Mondják, hogy a Legion-nel itt visszajön, igen, meg ilyenek, de... Igen. Nem, az sem fog már visszajönni. Azért, ez amúgy érdekes dolog, mert ez szerintem azért lehet, mert amikor beindultak az MMO-k, meg sorra jöttek, akkor ugye maguk az RPG-k se adtak sokkal többet, tehát az ilyen single player RPG-k. Tehát ugyanúgy olvastad a szöveget, ugyanúgy klikkelgettél, csak utána ugye jöttek olyan játékok, mint egy Skyrim, vagy mondjuk egy Witcher 2, de még egy Witcher 1 is, és utána már nagyon kevésnek tűnik az, amit egy MMO tud nyújtani. Igen. Tehát, hogyha te abban az univerzumban nem akarsz minden nap élni, mint én, mert én itt ezt élem. Az második, az első család. Akkor nem fogsz itt maradni, főleg úgy, hogy gyakorlatilag az arcodban hazudnak azzal, hogy na majd jön az új content, a pénzedet azt most tesszük, mert várod, de gyakorlatilag nem jön az új content. És hát ugye, mivel Electronic Arts a kiadó, nem mondom, hogy annyira földhöz vágott a gír. Meg hát ugye a free-to-play rendszer, amiről az előző videóban kitértünk, hát azóta se változott túl sokat, tehát a lehető leggusztustalanabb free-to-play rendszer, ami létezik a világon. Nem ez a kenyérre való nekik. Szerintem akár már lehet, le is szarják. Van egy olyan, hogy kiadogatjuk, meg oké, hogy van egy fanbase, és akkor annak valamelyest megfelelünk, de nagyobb ilyen effortot nem nagyon táplálnak fel. Igen, meg hát az, hogy olvastam velük, vagy olvastam riportot azokkal a fejlesztőkkel, vagy hát azt hiszem a lead director, nem tudom már, hogy hívják, aki ugye bevezette, hogy akkor legyenek így a sztori vezetés, mint ahogy így, és hogy az elejétől kezdve így kellett volna csinálni. És valóban így kellett volna csinálni, tehát nagyon, nagyon sokat hozzáad az a kis kameramozgás, tehát hogy tényleg átél. Igen, lásd egy Witchernél is, mennyit oda teszünk, nem valami statikus dolog van. Jó, mondjuk nyilván nem hasonlítható egy Witcherhez a karakterek arcmimikája, vagy akármi, de attól függetlenül meg lehetne ezt csinálni nagyon jó. És nyilván pénzkérdés ez az egész, amit már nem igazán forgatnak bele, és ugye minek is forgassanak bele, mert nem fogja már behozni soha ez a játék azt a közönséget, amit terveztek, meg hát a Destiny előtt az egyik legdrágább játék volt, meg a GTA 5 előtt már $200 millió készült, tehát azért az nem egy olyan büdzsé, amire azt mondják, hogy na jó, nem baj, hogy nem hozza be. Figyeld, haver, na hát most nem majd lesz valami. Igen, majd kivontakozik az. Ez olyan, hogy lesz valami, amire hozom is, mert tök minden. Hát nem tök minden nyilván, de
Nem vágjuk ezt valamit. Sajnos, jó lenne, ha egyébként valahoz vágna. És akkor, akkor fejlesztünk normál is. Meg eldobnának rá pénzt. Hát vagy legalábbis többet. Hát jó, de a trailer az hibátlan. Igen, a trailer az hibátlan. Én az az ember, akit megvett kilóra a trailer. Mármint az újra gondolsz, vagy az alap a... Nem, az újra. Az hát újra. Mindegyik igazából. Mindegyik, igen, mindegyik rajta jó. Mindegyik, de az új is nagyon jó volt ezzel a... Ezzel a testvérpárral. Jó, most a Rotámat azt annyira ne nézzétek, mert... nyilván próbálok közül beszélni, aztán nem igazán sikerül figyelni mindenre. Most még mindig tank vagy, amit? Nem, amúgy ebben a patchben gondoltam, hogy na majd most jól átmegyek DPS-be. És... az igazság, hogy mivel most már a taktikai flashpointokhoz ugye nem kell tank, ezért gyakorlatilag mindenki más is így gondolkozik. Pedig mindig tisztelettel, becsülettel tankoltam én mindig, de... Világéletedben tankoltál. De mivel a szerveren, amin játszok, ez a Tomb of Freedomnad, itt hát PvP-zni Republic oldalon hát nem a legszórakoztatóbb dolog a világon. Úgyhogy valószínűleg át fogok menni Empire-re és a Seed Juggernautomat felhúzom. Darth Magus-szal, mert imádom a Darth Magus-t, és megint spoilerezés, de a világ legnagyobb hülyesége volt, hogy a sztoriba ki lesz nyírva a Magus. Igen. Hát nem az új kiegészítő, hanem az alapból kinyírod, de jó, és nyilván ez így bent hagyták, hogy de hát vannak izé... Visszajön. Most mi van? Nem, életet teremt. Nem nyom. Valaki speciális volt aztán. Valaki jobb képességi, mint az átlag. Lehet, hogy én voltam. Lehet, hogy nem. Van ez így, Ákos, van ez így. És most ez olyan, hogy némán? Tehát most így... Ez most csak ilyen néma, igen, amikor meg kell nyomni egy kapcsolót, aztán állni. És kapcsol. Az volt itt a kérdés amúgy, hogy most izé kinyíratod-e a itt maradt korruptált felfedezőket, vagy pedig segítséget hívsz neki. Nem, mert light side Jedi meg minden nem szabad. Mindenki Jedi. Ja, mindenki Jedi, igen. Pedig persze. Játszik valaki még ilyen smugglerrel, meg ilyenek? Persze, amúgy igen. Mondok? Persze. Ja, másik dolog. Companion rendszer, kaptunk temérdek mennyiségű új companionokat. És ezeknek... Utogast minden... Hát az a baj, hogy most nem tudom behívni őket, de itt mutatom a listát, tehát hogy nem kevés, igen. Vannak ezek között olyanok, mint például a Dr. Ugro... És Hutt? És ott jön melletted? Nem, tehát igen, tehát hogy vannak, akiknek csak küldetéseket csinálunk, de ugyanúgy az influence pontjait tudjuk növelni, hogy fűde befolyásosak legyünk nála. Még nem jöttem rá, hogy miért jó neked miért az? Jó nekem az. Egy Hutnál. Hát mert a Huttok élete nem csak játék is. Nem, hát ilyen daily questeket csinálsz nekik, és akkor kapsz érte lootot, de maga a loot az olyan, hogy gyakorlatilag használhatatlan. De ezt valaki tudja, meg majd biztos kapok itt az SV-toros csoportba, ahova beléptem. Képzeld, Dávid, első, tehát beléptem, feltettem egy kérdést, azt hiszem, kreditet akartam venni, tehát, mert nem szívesen farmolom ki a Darth Magus Armorra 4 hét alatt az goldot, úgyhogy gondoltam, hogy na hát nem most értem, izé. Első kérdés az volt, hogy miért nincs videó az új kiegészítőre. Hát mondom, majd lesz. Tényleg? Igen. Hoppá, így már így. Várják? Akkor most üzennénk nektek, hogy igen. Sziasztok! Úgyhogy aki ott valamit hülyeséget mondok, bár szerintem nem kell nagyon felszólítani őket, mert vannak, de nem baj, tehát tényleg javítsatok ki nyugodtan. Így tanul az ember. Én még lett pár új skill, bár lehet, hogy fasság, de ez nekem ez teljesen új volt, ez a Blade Blitz. Nem tudom, szerintem, hát így pörögve átmegy és sebez. Igen, PvP-re jó valószínűleg. Az a baj, hogy sose PvP-ztem oldikláb, mert valahogy... Tehát ez a mindenkinek négyféle CC-je van, meg 8 másodperces stun-ok, meg innen, ez egyszerűen... Hát nem tudom, Nem adta ki. Nem volt annyira. Tehát olyan szinten frusztráló az, hogy mondjuk egy hardbolt, hoppá, hogy meghalok, vagy egy hardbolt játszana az ember, és össze-vissza lassítják, és így nem tudsz menni, és inkább csak idegesít. Mm-hmm. Tehát nem azzal van baj, hogy megölnek, hogy olyan, hanem ez a folyamatos tehetetlenség benne. Mm-hmm. És akkor mondjuk, hogy biztos írjátok, hogy jó, mert béna vagy, ezt én aláírom, csak hogyha én így érzem, valószínűleg nagyon sokan mások is így érzik, és ez megint egy olyan dolog, ami nem fognak változtatni. Kivájpolunk. Vájpom.
És tényleg behúzta a boss. De amúgy bírja, tehát jól bírja a srác. Majd nem tudom milyen erős bosszok itt, de... Tényleg jól bírja, ott tankolja meg. Ezt nézd meg. Igen, mert közben a Colto Stationről veszi fel a HP-t, tehát ja, ez nem ilyen gyerek. Olyan, mint mondjuk egy ilyen asztal, a boba, tehát, amiből a boss előtt felvehettél a kaját, és akkor töltjük el. Ja, ja, arra gondolsz, amit a mage tudott csinálni. Igen. Hát csak ez egyből, tehát ahogy rányomsz, egyből feltöltjük. Jó, nekem csak vovos utalásokat mondani, mert én nem játszottam. Úr, csak szemlendóval. Kifejezetten nem sokkal. Viszonylag kevéssel. Majd, hogy nem. Én próbálgattam mindenfélét, de igazából mindig az volt, hogy ahogy elkezdek egyet, mint a legutóbbi agymenősem az Elder Scrolls Online volt. Ja, igen. És négy nap után az volt, hogy ezt az időt akár az Old Republic-ra is fecsérelhettem volna. Igen, tehát hogy annyira mindig visszajön, hogy azért én inkább fénykarddal akarok rohangálni, mint egy... Mondjuk az Elder Scrolls-ra. Gusztustalanul néz ki, annyira kedvem nincs még benne belépni sem, mert annyira szép, meg nem hívogató az egész. Nem, hogy... tényleg nem. Tehát mondjuk egy ilyen szín összeállításot egy helyen sem. Á, sehol nincsenek ilyen. Nincsenek szaturálva. Nincsenek. Csak a szaturáláció. És hát oké, hogy hülyek akartak lenni az alapkoncepcióhoz, meg Morrowindhez, meg Kairnhez, de nem. Ezzel már nem lehet megfogni az a baj, amiket. Csak nagyon. Ki tudom nyitni, és rácok itt gyerünk. Archeologista vagy. Teljes mértékben. Igen, mert azzal tudsz ilyen kristályokat farmolgatni, meg fénytartokat. Zsüm. Na. Kalimpolják szétfele. Rúgjad fejbe a izét. Kalimpolok. Madár. Kalimpolják. Azaz, ugorjál le a hátára, lovagoljad meg. Úgy ki van? Már rakok le kis town-town. Itt ma voltunk, tessék. Kis town-town, muta már. Ott. Úgy, de gyorsan. Igen. De nagyobb feje. Nekem ez ismerős ez a rész. Hát mert szerintem látod már, hogy ezt én itt farmoltam. Ja, mert a tavalyi videómban nem ez volt, hanem a Bloodhunt volt. A Bloodhunt volt, ezt tudom. De akkor is ismerős. Itt kellett elmenni baloldal. Mentetek el, és ezeket nem is öltétek. Hát egy-két része muszáj megölni meg. Csak a trash mod, mi? Igen. Húzd be a trash mod, GG. Azt kéne ott skippen. Leroy! Gyökész! A boss már egyből? Bosszocska. Igen. Ő az? Igen. Ő is ugyanúgy imádkozik. Pirosan imádkozik. Buff up. Buff up, meg volt. Be van mindenki. Gyere be, Pogika. Úgy. Vaj, de kintottad. Roar farted eye. Meghal-e a fingás közben. Vodál? Vodál. Ilyen profetok vodál. Profitálja. Vodka. És majd itt csinál egy ilyen piros gömböcskét, amit ja, és azt kell kikerülni, igen. Attól függ, hogy ki targetál, de nem engem. Ezt láttam, nem téged. Figyeld, belehalnak, figyeld. Ott hal meg a Dixon. Ott hal meg a medencébe. Medencébe? Na mindegy, nem volt annyira mélyreható ez a kis beszélgetés, de aki esetleg többet akar tudni, az hát nyilván nézzen utána, meg nézze meg az előző videónkat, mert ott azért az alapjátékra is elég sokat kitérünk. De a zene? A zene az hibátlan, persze, hogy hibátlan. Én azt mondom, hogy aki nem szereti az MMO-kat, nem ez lesz az a játék, amivel megszereti, de aki mondjuk egy kicsit is szereti őket, és mondjuk nagyon szereti a Star Wars, az egy nagyon, nagyon jó út ahhoz, hogy mondjuk szakítson a barátnőjével, tönkretetje a karrierjét, és töltse le a játékot. Például téged targetel. Igen, most engem targetel ez a piros cucc. Hát ilyenkor ezzel szeretem nekik vezetni, hogy kell nézni meg. Hát, hogy menekülnek a kis köcsökök. Kell nézni, hogy mennyire aktív a csapat. Nézd, hogy rongyol a kis szaros. Azaz. Bejön a házam, mert tuti lezúznak. Jajajaj. Sikeresen neki mentem, én voltam egyébként. Eddig jöttek meg. Akkor ezek a lényeges momentumok, azt mondta? Azt mondom, hogy ezek jutottak eszembe. A kiegészítővel kapcsolatban. Igen. Lényegében hát hatalmasat nyilván nem változott a játék, mert csak egy kiegészítőről van szó. Nem is fog, sajnos olyan nagyokat. Én azt mondom, hogy
hogy ha valaki mondjuk még nem tolta egyáltalán az Old Republicot és egy teljesen új élmény, akkor nagyon jó kezdés lehetne ez a kiegészítő, hogy megszeresse, de sajnos ahhoz előbb 65-re fel kell húzni, ami lehet, hogy mai szemben már kicsit kevés, amit tud nyújtani a játék, hogyha nem vagy alapból hatalmas Star Wars fan. Én azt mondom, hogy azt a 4000 forintot, ami egy szubolást igényel, hogy ugye tudja játszani a kiegészítő, mert külön nem kell megvenni, az úgy megéri, de... Na, valami atom durva illatúzt eset, de szerintem nem is jó. Igen, jobban ennél. Úgyhogy ennyi volt ez a kis instácska, ennyi volt a esvét porozgatás. Hogyha aki gondolja, vagy szeretne játszani, vagy mit tudom én, nyugodtan vegyetek föl, azt nem mondom, hogy minden nap fenn vagyok, meg 8 órákat tolom, de... Hetet, igen, két naponta. Igen, de mondjuk, ha van valami kérdésetek kapcsolatban a játékkal, hogy most hogy van a szubolás, meg így, azt is kommentben nyomjátok le. Igen. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ma is. Akinek tetszett a videó, és lájkolt az haverunk. Aki kommentelt, az szeret az országos panunk. És még fél is iratkozott az intergalaktikus cimboránk. Úgyhogy tisztelet.